Hello, hello, sziasztok! Köszöntök mindenkit! Gábor vagyok, és a mai napon egy kicsit az egyéni taktikákról, azaz a custom tactics-ról szeretnék beszélni. Láttam, hogy sokan nem igen tudják, hogy ezek mit jelentenek, és ezért gondoltam, hogy megosztom veletek ezeknek a különböző dolgoknak a jelentését, illetve mutatok egy custom taktikot, amit én használok, és eddig számomra nagyon bevált. Hát akkor kezdjük is. Ugye itt van a build up play-nél ez a speed. Itt ez azt jelenti, hogy ugye a játékosaink milyen gyorsan váltsanak a védekezésből a támadásba. Szóval ez például ilyen kontratámadásoknál nagyon hasznos lehet. A túl magas azonban eléggé kockázatos, hiszen ha megszerezzük a labdát, mindenki fölindul. Ezzel szemben ugye, ha túl alacsonyra tesszük, akkor pedig nem igazán akarnak majd a játékosaink támadni és gólt szerezni. Ezért én ezt egy 65-ös értékelésre tenném. Szerintem ez tökéletes. Következő a passing, ami teljesében a játékosok helyezkedése ugye a passzolás szempontjából. Tehát, hogyha ezt maximumra állítanánk, akkor mindenki a hosszú indításokra és passzokra indulna. Azonban, hogyha mondjuk ezt egy 20-ra állítjuk, akkor inkább ez a ide-oda passzolás, tehát mindenki közelebb fog helyezkedni a labdához, ez a tiki-taka mondjuk. Szerintem egy 52-vel satszolnám meg magamnak, de hát természetesen játékstílustól függően mindenki beállíthatja magának a különböző dolgokat. Itt ugye a positioning, hát ugye organized vagy free form. Itt ugye mindenképpen én az organized ajánlom, hiszen ha free formra tesszük, akkor sokszor csatlakoznak a védők is a build up play-be, tehát a támadás építésbe, és gyakran történhet olyan szituáció, hogy előragad egy-kettő védőnk, és akkor aztán nézhetünk, hogy most hol vannak ők, és akkor jön a Musza, meg a Rashford, meg a Gabriel Jesus, aztán már is ott a gól. Úgyhogy organized. Chance creation. Ugye ez a helyzet kialakítás. Ugye itt a passzolásnak az a jelentése, hogy ugye a különböző szabad területekre hogyan mozogjanak be a játékosok. Ugye hasonló az előző passzinghoz, de itt azonban, hogyha túl magasra állítjuk, akkor ugyanúgy mennek fölfel a védők, ha túl alacsonyra, akkor pedig nem igazán lesz bemozgás szintén. Viszont én itt egy 60 és 50 közötti ratinget ajánlanék, én ezt 60-ra teszem most. Általában ezen is szoktam használni. Aztán jöjjön a crossing, ugye a beadások. Ugye a beadások idén eléggé jóra sikerültek, ugye a 17-ben nem voltak túl hasznosak, idén visszatértek, azonban én mégsem igazán kedvelem ezt a játékstílust, inkább passzolgatok és úgy jutok el kapuig. Azonban aki szereti, annak ajánlanám a 70-es értékelést. Hogyha esetleg egy vagy akár két jól fejlő játékosunk van középen, akkor ez mindenképpen hasznos lehet. Azonban én most 45-tel játszom, és inkább kis passzokkal próbálkozok a támadásaimat építeni, és így befejezni ezt. Ez is teljesen egyén függő. Aztán itt a shooting. Ugye ez a csatároknak a helyezkedése, hogy hogyan kapják a labdát, és hogyan kerüljenek lövő pozícióba. És hogyha ezt alacsonyan hagyjuk, akkor inkább ugye egy vonalban fognak mozogni a játékosaink, és hogyha feljebb állítjuk, akkor pedig inkább elmozognak a csatáraink a szélekre, esetleg visszalépnek egy-két labdáért, és igen. Szóval én ezt most mindenképpen magas értékelésre tenném, könnyebben megzavarható ez az ellenfél, hogyha nem mindig egy vonalban támadunk, szóval 75. Na itt a positioning már egy kicsit érdekesebb a támadó szekcióban, ugye ez mindig a támadó emberekre vonatkozik, arra az 1-2, esetleg 3 csatárunkra, akik elől tartózkodnak. Itt az organize ugyanaz, hogy marad a bal szélső bal oldalon, a csatár elől, a jobb szélső pedig a jobb oldalon,
Én itt a free formra tenném, hogy ezzel egy kicsit megzavarható az ellenfél, de azt ugyanúgy fognak támadni a játékosok, csak egy kissé kiszámíthatatlanabb. Na, jöjjön a defense. Ugye első a pressure. Ugye ez azt jelenti, hogy milyen mélyen kezdődjön a védelmi vonalunk. Hogyha magasabbra állítjuk, a játékosaink minél följebb kezdik meg a védekezést, hogyha azonban lejjebb, akkor minél közelebb a mi kapunkhoz. Ugye, hogyha ezt az értéket feljebb állítjuk, akkor ez nagyon kockázatos lehet, hiszen ugye az átívelésekkel, illetve az ilyen indításokkal, akár földön, akár levegőben, nagyon könnyen megverhető lesz a védelem. Azonban, hogyha feljebb állítjuk, és tudjuk tartani a labdát, akkor az igen hasznos lehet, hiszen mindenki kiveszi a részét a támadásból. Azonban ugye, hogyha ezt lejjebb állítjuk, akkor nem lesz annyi bemozgás, illetve viszont ezzel szemben a védelmi vonalunk az jobban fogja állni a sarat. Én ezt egy 45-ön szoktam használni, azon valakinek jobban megy a védekezés, az teheti esetleg 55-60-ra, akinek még nálam is gyengébben, esetleg egy 35-40-re. Aztán az aggression, agresszió, ugye ez azt jelenti, hogy milyen agressziók a játékosaink, és azt figyeltem meg, hogy elég gyakran, hogyha ez magas értéken van, akkor az AI, az a számítógép, vagyis az Xbox jelen esetben, magától is elveszi a labdát az ellenféltől, még akkor is, ha nem azon a játékoson vagyok, ugye. Hát ez egy elég érdekes, én ezt egy 75-80 között szoktam állni, hiszen a 80, de viszont a 80 egy kicsit már túl rizikós, hiszen még a 75 is, de én ezt meg szoktam kockázni, hiszen van mondjuk egy 10-15 meccsenként, hogy egyszer bizony valamelyik védő a 16-oson belül is úgy odalép, ahogy én azt nem igazán szeretném, és 11-es az ellenfélnek. Szóval, hogyha ilyen esetleg szeretnétek elkerülni, akkor talán 65-öt azt megbízhatóan tudom ajánlani, de aki egy kicsit bevállalósabb, az mehet 75-tel is. Aztán a team width, szóval ez a csapatunk védekezésének a szélessége, hogy milyen széles legyen a védekezésünk. Hogyha ezt túl alacsonyan hagyjuk, akkor a védők behúzódnak a kapu elé, és ott fognak tömrülni. De hogyha magasabb értékre állítjuk, akkor minél kintebb a széleken kezdik meg a védekezést. Ugye ez az ellenfél formációjától is függ, hogy melyik lehet a hasznos, szóval én mindenképpen az 50 közeli értékelést ajánlom, jelen esetben én most 48-al szoktam játszani. Defender line, ugye ez a védekezési stílusunk, az offside trap és a cover közül választhatunk. Tehát a cover az az, hogy mindig is leköveti a védelem a passzokat, és normálisan helyezkedik. Az offside trapről nem beszélnék, lesz taktika nem érdemes használni, hiszen nagyon ráfázhatunk. És akkor ennyi is lett volna ez az egész kis dolog. Ne felejtsük el, hogy a custom taktiktól nem leszünk jobb játékosok, viszont nagyon sokat segíthet egy-két olyan esetben, amikor éppen döntetlenre áll a meccs, és ez billentheti a mi oldalunkra a mérkőzést. Most még játszom egy mérkőzést a csapatommal, aki erre már nem kíváncsi, annak köszönöm szépen a figyelmet, és ne felejtsetek el feliratkozni, hiszen még rengeteg tartalom fog érkezni FIFA 18-ból. Aki pedig itt marad, annak jó szórakozást a mérkőzéshez. A kedves kis csapatom, egy portugál, illetve spanyol liga hibrid. 4-4-2-es felállásba kezdem meg, de aztán a játékban ezt majd át fogom váltani a 4-2-2-2-es formációra. Ugye itt a FUT Champions-ben gondoltam, hogy jövök egy mérkőzést, már szerencsére sikerült kijutnom, csak mondom, miért ne játszok még egyet. Meg is van az ellenfelünk. El a West névre, Insigne Belotti, José Callejón, Bonaventura de Rossi, ezt a csávót nem ismerem, Lukaku Barzagli, Tia, más összeket már nem láttam, a többit, de egy elég jó kis Serie A csapat. Na nyomjuk. Ugye, mint említettem, a formációban a 4-2-2-2-t kedvelem. A két csatára Getting Behind, a két védekező középpályás, a stay back while attacking, agresszív, még egy kis agresszív, nagyon agresszívak vagyunk.
illetve a szélső védőkre is stay back while attacking. A csapatnak egy kis gyengeség, hogy az Asensio az egyik CDM, de általában őt mindig lehozom a 45. max. A 60. percben Renato Sanchez-re lecserélem. Viszont próbálom irányítani a meccset, akkor igen hasznos ő is. Már is Gelson Martinszal megyünk. Szép a csel. Ez is jó, és aztán blokkolják a kísérletet. Szöglet. Deulofeu. Beküldjük. Dumbiel kifejlik a labdát. Fernandez Insigne ér vissza, és Daniele De Rossi hozhatja Ferreira. Gelson Martins gyönyörűen, Dumbia, megy Martins, és meg is szerezzük a vezetést. Deulofeu maradt üresen, 0-1. Ezt befejezni. Callejón a szélen. Nyomja itt a cseleket az úr. Lukakunak teszi ki. Insigne. Jaj, ne, úgy van. Asenjo. Meg is kapjuk a szabadrúgást kapus támadás miatt. Asenjo. Felipe. Pereira. Asensio elveszíti a labdát. Insigne rálövi. Ez nem igazán nehéz a hálóérünknek. Pereira. Gelson Martins. Szép csel. Dumbia Halo. Na azért azt hittem meg se fújja. Pereira. Felipe. Martins. Deulofeu a labdával. Most résem volt a Lukaku, viszont visszaszerezzük egyből, Barzai hozhatja. Ez a miénk kell, hogy legyen, Gaya. Pereira. Dumbia. Jó. Rodrigo. Remek védőmunka a sráctól. De Rossi. Gyerünk, Danilo. Úgy van, állj, aztán ezt én hibáztam sajnos. De Rossi, Belotti. Insigne. Belottival nagyon megy. Jordan Lukaku. Bonaventura. Vissza Lukakunak. Ezt kihúzzuk. Deulofeu. Rodrigo. Danilo. Deulofeu. Odalépnek Dumbiának, azonban jön Danilo Ferreira. Deulofeu. Danilo es lesz, nem jó. Benatia. Cancelo. Majdnem elcsíptük. Jordan Lukaku. Insigne. Bepasszolja Belottihoz, remek blokk. Lukaku, Bonaventura. Erősen kezdtünk, de most a gyerek azért nagyon nyom. Rodrigo, Dumbia még. Na most miért nem indulsz, Rodrigo bátyja? Nem értem, mit volt ez, na mindegy. Elpasszolja a gyerek, Gelson Martins. Visszatesszük a Asensiona. Pereira. Hát ez nice. Cancelo. De Rossi. Ez milyen kell, hogy legyen, így is van. Gelson Martins remekül szerez labdát. Benatia. Dumbia,
és megy Gelson Martins elképesztő sebességgel, és Dumbiáról vágják ki a beadást. Közben, ha jól látom, egy sárga lap, így is van, Lorenzo Insigne kapja. Dalofeu újabb szöglete érkezik. Dalofeu nem rossz kapufa. Nem hiszem el. Cancelo hozhatja. Vele szemben Danilo Pereira, Callejon indít. Ez Fernandezé, Gaya. Danilo Asensio. Remek labda, Rodrigo még. Dumbia. Gelson Martins a hosszú oldalon érkezik. Gerard Delofeu, ha jól láttam. És megszerzi második találatát a mérkőzésen. Remek gól. Gelson Martins pedig második gólpasszát jegyzi. Zelinski. Callejon. Belotti. Belotti távolról veszélytelen. Asenio fogja. Rodrigo egyből tovább. Ah, sokat vártunk, elveszítjük sajnos labdát. De rossz színdid Gaya. Nem jó, megfejeltek minket sajnos. Zielinski ezt ellövi szépen keresztbe. 0 tékül Felipe-nek, semmi probléma. Asensio. Gelson Martins egyből. Dumbia. És fut Gelson Martins. Ájj, ez pedig beakadhatott volna, de szép blokk volt. Pereira. Dumbia. Martins. Remek csel. Szöglet. Hatalmas bízt ez a palikon, olyan mondom. Ez is remek lövés volt, és ismét egy szép blokk tőle. Most egy kis szöglet. Delofeu. Gelson Martins. Fernández, hát lehet, hogy ezt nem kellett volna elvállalni, semmi gond. Perin jöhet. Úgy van, miénk a labda. Delofeu. Ah, szép szerelésben átja. Ki kell felni, Gaia, nem jó. Úgy van. Itt most nem rajtam múlt, szép védés volt. Sajnos lefejelték Gaját. Megint egy veszélyes fejes, ezt nem igen értem, de jó, az előzőt megérdemelte volna, ezt hiszem, nem értem, hogy nem, de semmi probléma, egy-kettő. Szünetben egy-kettő. 7-7 lövés, nem rossz a csávú. Asensio helyett Renato Sanchez érkezik a második félidőbe. Belotti, úgy van. Danilo. Dumbia. Érkezik Gerard Delofeu. Gyorsabb, mint Benatia. Remek a cselis. És egyből vállaltuk Rodrigóval, leblokkolják ezt is. De Rossi jöhet. És átpasszolják Danilót, viszont Felipe. Gyönyörűen szerez labdát. Renato Sanchez. Delofeu, ajajajajajaj. Sanchez. Danilo. Gaya. Rodrigo. Megszerzi a labdát. Sajnos. Fernandez. Gyönyörű meccsótól. Dumbia. Á, és ezt is leblokkolja. Nem védekezik rosszul a srác. Cancelo.
Callejón. Ezt el kell fejelni, így is van. Renato Sanchez, Gelson Martins, Dumbia. Callejón. Mit keres ott Callejón? Ez kemény. Cancelo. Ez a miénk. Gaya. Danilo. Delofeu. Gelson Martins. Na, szabálytalan. Így van, de jön Martins. És berúgja. Úgy van, nagyon érett már a találata. Nem értem, mondjuk, hogy miért buggol állandóan be a gólerembe, mindegy. Remek gól. 1-3. Akarom mondani 3-1. Bonaventura. Jaj, nem szabad ilyet csinálni. Szép. Kötelező volt ezt védeni. Azután nagyon rosszul mozdultam ki, és ott az ő második találata. Nem örülök neki. Erről beszéltem, hogy a fejesek ismét OP-k lettek. De hát, hogy ennyire azért az egy kicsit mások. A Feu veszti el. Danilo. Renato Sanchez. El a Feu Dumbia. Kicsit össze kell szedni magam. Jaj. Úgy van, Delofeu, Danilo. Callejón jöhet. Jön Renato Sanchez is azonban. Bellotti. Callejónnak. Gaya. Remekül veszi a labdát. Rodrigo. Én nem passzoltam, de hülye vagyok. Ez így lesz, mi? Ja. Egy kicsit elrontottam, de mindegy. Barzai. Cancelo. Ezt nem hiszem el, hogy hogy csinálja ezt így meg. Ollózás. Asenjó. Gaya. Ki megy? Felipe takarítja el a labdát. Nacho Fernández tisztáz. Lebólintanak minket ismét. Komolyan a fejesek 90%-át ő nyeri meg. Lukaku hátra. Bonaventura. Cancelo. Megint beteszi. Erőtlen végre egyszer a fejes. De komolyan a boxon belül esélyem nincs fejpárbajt nyerni. Gelson Martins. Dumbia. Most jó a csel. És mehet Gelson Martins. Nem találtuk el jól sajnos. Perint pedig már is indítja Lukakut. Miénk. Így van. Azt mondom, jöjjön Ahmed Musa. Miért is ne? Renato Sanchez. Cancelo szerzi meg Delofeutól. Pereira. Hello. Benátia volt a szabálytalan. Felipe. Renato Sanchez, úgy van, ott a negyedik, ezért érkezett. Eldől a mérkőzés végre. De azt hiszem, nem volt ez kétséges, hogy megérdemeljük ezt a győzelmet. Renato Sanchez gyönyörűen teker a hálóba. Perin mozdul, nem tud erre a loketre. Zsoltán.
Radar Lukaku. Az megvan. Renato Sanchez, Nacho. Delofeu. Igen, igen, ezt gondoltam, hogy nem lesz jó. És nem is tud javítani Delofeu. Cajon beteheti középre. Úgy van, Felipe vágja ki a labdát. Benatia. Cancelo hoz a bedobás. De Rossi. Zilinski. Bonaventura mellé rúgja. Illetve blokkoltuk akkor azok szerint. Bonaventura szöglete. Danilo gond nélkül bólintja ki. Cancelo gyűjtheti be, azonban Musa betámadja. Barzai. Ez hülyeség volt most tőlem, de mellé rúgja. Ez viszont gólt érdemelt volna, szép támadás volt. Nacho, Felipe, Danilo Pereira, Dumbiának rövid. Zilinski, Danilo Pereira, Delofeu, Dumbia, Dumbia és Musza játszik össze, Ahmed Musza mehet. Hát igen, ezt egy kicsit szarul lőttük el. Nincs semmi probléma, megvan a mérkőzés, 4-2 arányban győztünk. Én ezzel megköszönöm a figyelmet, hogyha tetszett a videó, ne felejtsétek el lájkolni, illetve feliratkozni, hiszen a jövőben is fogok érkezni még egy-két tippel, hogy hogyan tudunk egy kicsi pluszt vinni a játékba. Köszönöm a figyelmet még egyszer, sziasztok!